A tűz márciusa. Csámpás, konok netán ez a világ, s végbe hanyatlik, kit annyian űztek. De élethittel én üldözött haló, március kofáira és szentjeire hadd szórjam szitkát és dicsét a tűznek. Hadd halljék végre oly magyar szava, ki sose félt, de most már nem is félhet. De kihez bús hunnél szikjairól sírjáig eljut, lázítva bárhova gőgös grófi szós piszkos szolgaének. Vesztem azért keltem, mert magyar vagyok, s terhére a föld 100 Ponciusának, s haldoklóan mégis elküldöm magam boldogabb testvéreimnek síromon, az új, jobb március ifjúságnak. Testvéreim, nincs nem igaz szavatok, s százszor többet merhettek, mint hogy mertek. Békésebb, szebb, jobb, vidámabb, boldogabb életre váltott jussa, nem volt soha, mint a mai bús magyar ifjú embernek. Úgy nézzetek szét, hogy ma még semmi sincs, csak majmolás, álúrság és gazbírság, s mégis lám, ti vagytok a fiatalok, s mégis sírméről látom sikeretek. Holnap talán könnyebb lesz a mártírság. Búsabb az ifjú magyarnál nem lehet, mert él basák és buták közepette. Mert hiába lett acélból itt a szív, szép emberszívként szikrázni, ha akar, a honirosda megfogta, megette. De tűz és tűz, én ifjú testvéreim, jaj, a tüzet ne hagyjátok kihalni. Az élet szent okból élni akarsz, ha Magyarországra dob valakit, annak százszorta inkább kell akarni. Életet és hitet üzen egy halott nektek, fiatal elhagyott testvérek. Az olvasztó tüzet küldi a hamu, s láng óhaját, hogy ne csüggedjetek el. Március van, s határtalan az élet. Vas Albert, mire a fák megnőnek, a kastély árnyékában. Részletek. Mert ott kezdődött a baj, a kastélyoknál. Magasra épültek, igen-igen emeletesre. Messze el lehetett látni, de nem a földre, ahol a dolgok gyökere van. Bizony öreg vagyok, és nem ebbe az országba való. Ahol a vakok hajtják a szekereket, süketek lesik a hangokat, és némák beszélnek csak igazságról. Magyarnak lenni ma annyi, mint süketnek, vaknak és némának lenni. Ahogy így látta szemei előtt a fákat, elgondolkozott. Mire megnőnek, lombot eresztenek. Eltelik az idő. És az idővel együtt elmúlik a világ is. Ez a zaklatott, békétlen, szomorú világ. És a fákkal együtt egy másik világ nő fel. Aki majd abban a világban él, s jár ezek alatt a fák alatt, az békés, szabad és boldog ember lesz megint. Mint amilyenek a régiek voltak. Akik olyan fáról szedhették a gyümölcsöt, s olyan fák árnyékában pihentek, amit apáik ültettek, s nagyapáik. Küzdelmes időkben mindig. És arra gondolva, hogy majd akik az elültetett fa gyümölcséből lesznek, s árnyékában járnak, leszüretelik a küzdelmek árát, amit őseik vívtak a világgal. Így van ez. Egy-egy nemzedék ültet fát, eszmét, gondolatot. Hogy sok nemzedéknek ne legyen gondja ezzel. Hogy aki azután jön, készen kapjon otthont, hazát, árnyékos kertet, termőgyümölcsöst. És úgy vegye ezt, mint az élet ajándékát. Mert a legnagyobb örökség, amit adni lehet az utódnak, az otthon. Egy ház. Akármilyen ház. De amelyiknek falát aggódás, szeretet, gondoskodás, s a jövendők bizakodó hite emelte föl. És a fák. Amiket nem azért ültetett valaki, hogy hasznukat lássa,
Nem is azért, hogy önmagát mulattassa velük, hanem azért, mert szépségre és jövendőre gondolt. Békességre gondolt, és a lelke tele volt derűvel. És ültette. Egyszerűen azért, mert szerette a fát. És a fákon keresztül akarta elmondani mindazt, ami az otthonnal kapcsolatban felgyűlt benne. S amiket szavakba önteni nem tudott. Köszvényország márciusa. Március Isten keresésre indít ma minden friss szeret. Volt egy ország valaha, régen, 48-nak nagy idejében, és ez a szép ország elveszett. Az élén jártunk a világnak, micsoda áldott nagy tuság. Föltört a hun szívből a láva, mi voltunk a világ japánja, s akkor s maga az ifjúság. Nép volt az, és nem rongyos horda. Az márciusban nem aludt, sziken nőtt, piros csodarózsa. Bámult is a vén Európa, rómák lettek a hun faluk. Mennyit tudtunk, és mennyit mertünk. Bús egek, hát mi lett velünk? Barmak, akik mindent megszoknak, helótái puhult latroknak, ezek vagyunk, ezek leszünk. Grófok hűnyája, köszvényország, pupákok, senkik és vakok. Új ifjaink bódítva állnak, Mária Zsoltárt kornyikálnak, s lesik az úri abrakot. Sodomás bölcs, komiszvén kasznár, pimasz pap, lelketlen cseléd, mágnás úr, zsivány oltja. Oltja, hogy föl ne csapjon nagy lobogva a régi március hevét. Bús hunnia, podagra nemzet, kis köszvényország, baj vagyok. Ma március van, csúzod óvjad, húzd magadra a takaródat, szelek járnak víghajnalon. Kossuth népe, Petőfi népe, ma március van, ha tudod, ha nem tudod, ó, meg de kérdezd, urad, bírót, sorsod, köszvényed! Kegyelmes Franz von Kossuthot. Vas Albert, szabadság. Azt jelenti, hogy jogod van az élethez, éppen úgy, mint a pillangónak, vagy a madárnak, vagy a vaddisznónak. De semmivel sem több, mint ezeknek. Vagyis jogod van a magányhoz, az élelemhez, amit megszerzel magadnak fáradozás árán. A napsütéshez, az esőhöz, és ahhoz, hogy lideregj a hóban, ha nincs meleg ruhád. Jogod van szabadon gondolkodni a világ dolgai fölött, szép és csúnya, jó és rossz között választani. Jogod van bátornak lenni, és őszintének, becsületesnek, igaznak. Jogod van békességben élni, és nyugalmasan várni a naplementét. Jogod van elnyomni magadban gonosz indulataidat, és jogod van a tökéletesedés útját keresni, mely Istenhez vezet. Ez a szabadság. A többi, amit ezzel a fedőnével cégjegyezve annyiszor tűztek zászlóikra emberi megmozdulások, csupán valamely embercsoport önzését, izgágasságát vagy uralmi vágyát képviseli egy másik embercsoport robására. Az igazi természetes szabadságtól irtózik minden közösség, mivel az felszabadítja az egyént, és ezáltal megszünteti a közösséget. Nem az a szabadság, hogy úgy élhetsz, mint egy diktátor, és kedved szerint érvényesítheted a benned felgyülemlett gyűlöletet. Szabadság az, hogy nincs diktátor fölötted más, csak a teremtőrend, és hogy a gyűlölet ellen megvédelmezheted magadat a szeretettel.